környéken is van 4-5 terület, amit új gazdák kaptak meg, de nincs lelegeltetve. És a régi gazdák, akiknek ott vannak a tehenei, azok meg nem tudnak legeltetni, mert nem kaptak földet. Mi nagyon nehezen boldogulunk, mert nekünk 120 hektár volt, és visszakaptunk belőle az új gazdától olyan majdnem 50 hektárt, de nekünk ez nagyon kevés. Tavalyról sok takarmányunk maradt, de hogyha ez úgy gondoltuk, hogy egy évet ki tudunk húzni így, de lehet, hogy már a következő nyárára nem fogjuk tudni ezt tartani. Mi legeltetjük az 50 hektárt, de ő kapja a támogatást, és úgymond ő a tulajdonosa, a bérlője ennek a földnek. Ad nekünk vissza a támogatásból, majd azt ígérte. Ezt a Nemzeti Park ügyvédnője kötötte, ezt a szerződést kettőnk között. Mióta ez az új pályázat van, még én nem láttam ellenőrzést. Nálunk se voltak, az új gazdáknál sem voltak. Ezen a területen, ha ellenőrzés történik, akkor én úgy gondolom, hogy vissza kell, hogy vegyék a földeket, mert nincsenek lefedve állatokkal. Fel van nőve, be van gazosodva, és látszik, hogy ott állat nem járt, ott legeltetés nem történt, kaszálás nem történt. Amit mi visszakaptunk a teljesítési segédletbe, még fű se nőtt rajta, mert annyira leették a jószágok, minthogyha ott kihalt volna a gyep. Szárazság is volt, és ők ezt 2 hét alatt ezt a területet lelegelték, és nekünk azóta nincs. Azt, amit eddig nem legeltettek, nem kaszáltak, azt az állatok megesszik? Hát nem, szerintem már nem, mert annyira fel van nőve, az már ilyen nagyon száraz, ilyen megvénült rész, azt már nem eszik meg az állatok. Tisztító kaszállással le kell tisztítani, és utána lesz rajta legelő rész. Fel vannak háborodva az emberek. Fel vannak háborodva, és hiába kértünk segítséget a Bitai Mártontól, a Nemzeti Parktól, a Szilágyi Gábortól, senkitől nem kaptunk segítséget. Mostanra már ügyvéd által is segítséget kértünk, kénytelenek voltunk törvényhez fordulni, mert az igazságunkat meg akarjuk védeni. És kell nekünk a legelő, mert az állataink tönkre mennek, és legeltetés nélkül mi itt nem tudunk hosszú távon életben maradni. Ezek egy új gazdák, akik most akarnak gazdálkodni. Igazából nem ismerjük őket, mert itt a környéken ők még nem gazdálkodtak. Aha. De akkor eleve honnét lenne nekik állatuk? Hát nem tudom, hogy azóta vásároltak. Például aki a mi földünket megnyerte, a Huszti László, ő vállalkozó volt, ő fuvaros vállalkozó volt, aztán traktort vásárolt, mezőgazdasági munkába kezdett, bálázott, kaszált, ilyen dolgokat csinált, és pályázott a földünkre, meg is kapta. Nem is volt állata akkor még, amikor ő ezt megnyerte. Mostanra talán van neki 17, úgy tudom, de lehet, hogy már attól több van neki. Én amit legutóbb tudtam, olyan 17 darab állata volt, és erre a területre, amit tőlünk megnyert, bértartást vállalt, hozott ki, azt hiszem, marhákat és birkákat is.